Kedves nézőink, újból április 3-ára tekintünk, többek között április 3-ára tekintünk előre. Tisztelettel köszöntöm Huszti Andrát, az Igen Szolidaritás Magyarországért mozgalom elnökét. Ez már kiváló. Ugye ez igyekszik, ez ember Kőrmed Gyulát, a munkáspárt elnökét, és kezdjük először a letolással. Elnök úr, itt volt múlt héten. Beszélgettünk mindenféléről, de megpendíteni nem pendítette meg, hogy itten kérem szépen készülődik valami a két párt között. Mi a megállapodás lényege, és miért csak ketten, az örök elégedetlen megszólal belőlem, miért csak ketten vannak, hiszen vannak még itt mások is ezen a szintéren. Európai Balod, Szociáldemokrata pártok, uram, bocsánat. Miről szól a megállapodásuk? Hát ha már nekem adta a labdát, akkor válaszolok rá. Természetesen ahhoz, hogy egy ilyen történelmi jelentőségű intézmény, mint a Baloldali Szövetség, amelyhez hasonló 30 éven keresztül nem volt, ennek a létrehozása nagyon alapos munkát igényel. És ehhez beletartozott az is, hogy addig nem beszélünk részletekről, amíg ez a szerződés, ez az intézmény nem jön létre. Ugye, ismertük egymást, hiszen tavaly együttműködtünk a minimálbér emeléséről szóló aláírásgyűjtésbe. Utána leültünk tárgyalni, és rájöttünk arra, hogy ketten együtt tudjuk teljesíteni azt, amit a dolgozó emberek elvárnak tőlünk. Tudunk adni egy alternatívát, ez pedig a jóléti szocializmus alternatívája, és mögé föl tudunk egy működőképes szervezetet is építeni. És ez mindjárt válasz az ön kiegészítő kérdéseire. Mi ketten képesek vagyunk országos listát állítani, tehát 14 megyében és Budapesten minimálisan 71 jelöltet meg tudunk állítani. Senki más rajtunk kívül erre nem képes, és nem is képesek hozzátenni ehhez a 71-hez. Ugye látjuk azt, hogy a legutóbbi 2018-as választáson ugyan sok magát baloldalinak nevező szervezet elindult, de hát sajnos nem tudták a jelölteket megállítani. Világos, értettem. De hát mi vagyunk azok, akik egy működőképes szervezetet, egy életképes jó program mögé állítottunk. Akkor ez azt jelenti, hogy egységes szervezetként fognak indulni, azaz nem két pártként, tehát nem 2x71-et kell állítani, jelöltet kell állítani, hanem elég lesz a 71 jelölt, ugye? Elnök azt, hogy milyen arányban, lehet már tudni, hogy milyen arányban fog megoszlani a jelölteknek a hovatartozása? Hát az ilyen 30-76-35-70, tehát még mindig folynak tárgyalások emberekkel, illetve ugye hát most vagyunk a legnagyobb munkában, ez a papírmunka, ugye az ajánlóévekhez felvételéhez szükséges papírok kitöltése, de szerintem ilyen 70-30 arányban fog megállni ez a történet. És én szeretném elnök urat kiegészíteni még annyival, hogy azért nem csak technikai oka van ennek a szövetségnek, ami most itt megköttetett. Mi azt gondoljuk, hogy a Magyar Munkáspárt az, aki az elmúlt évtizedekben, ugye a Magyarországon egyre inkább széteső, kihaló magyar baloldalnak az eszméjét őrizték, úgyhogy ezért is gondoltuk, hogy mindenféleképpen velük fogunk összefogni. Nyilván ennek van egy ilyen technikai oka is, hogy mi vagyunk képesek a minimum 71 jelölt felállítására, de egyébként még mindig a 106 jelölt felállítására törekszünk. Úgyhogy ennek van egy ilyen elvi oka is, mert ahogy én mindig el is mondom, az Igen Szolidaritás Magyarországért mozgalom az elvi politizálásnak a híve. Mi azt gondoljuk, hogy ebben nagy hiány van Magyarországon, úgyhogy most így együtt megyünk tovább, és reméljük, hogy minél jobb eredményt fogunk elérni ezzel a listával. És azt tudom még hozzátenni, hogy igazából a baloldalon, tehát az igazi baloldalon, ami tényleg az, és nem csak annak nevezzük, azt hiszem, hogy ez a két párt az, amelyik parlamenti ambíciókkal rendelkezik. Én már több vendégemnek is mondtam, sajnos nem sajnos emberből vagyok, tehát én nagyon fontosak a programok, meg hogy melyik párt mit kínál, de engem speciál az is érdekel, hogy kik kínálják azt a programot nekem. Most ugye zajlik a listaállítási tárgyalás, lesznek valami egészen különleges meglepetések? Tehát, hogy
amire fölkapja az ember fejét, hogy na csak hát ő is, vagy inkább ezt még korai kérdezni? Erre válaszolhatunk mindketten, de mielőtt elmondanám a véleményemet, hagyd tegyek én is egy rövid kiegészítést. Több pártagunk, tehát munkáspárti emberek megkérdeztek bennünket, hogy akkor én most kinek vagyok a jelöltje, a munkáspárti vagy kié. És a mi válaszunk világos. A papíron, amit mi beadunk, két aláírás szerepel. Andrea aláírás és az enyém. Te nem munkáspárti vagy, hogy iszomos, te a baloldali szövetség, a pártszövetség jelöltje vagy, és bárhol indul, bárki van előnyben, bárki áll mögötted, mint párt, mi innen tovább azt tekintjük, hogy közös jelöltek vannak. Én azt gondolom, hogy ma a mi pártjainktól azt várni, hogy rendkívül ismert és rendkívül meglepő személyiséget állítsanak, az nem jogos, nem jogos. A munkáspárt mindig azt mondta, hogy mi becsületes, tisztességes, támadhatatlan embereket indítunk. A mai társadalom számára ez az üzenet. Mert lehet valaki nagyon híres, lehet celeb, de ha az lopott, csalt, korrumpálódott ügyei vannak, akkor az ne induljon a választásokon. Mi jelöltjeink között szerintem egyet ilyet se talál. A Nemzeti Választási Bizottság már nyilvántartásba vette, vagy még készülődnek ezzel, hogy nyilvántartásba vegye a baloldali szövetséget? Nyilvántartásba vétel az úgy történik, hogy a pártokat külön veszik nyilvántartásba. Bocsánat, és az Igen Szövetes Magyarországért Mozgalom és a Magyar Munkáspárt is nyilvántartásba van véve. Ez majd a listaállításnál fog jelentőséget kapni, hogy mi pártszövetségben indulunk. Ilyenkor mindenki a kampány előtt mondhat kisebb-nagyobb számokat, hogy mi azt gondoljuk, hogy elérjük a 150%-ot, most sarkítok és persze gúnyolódok. Mi az, ami várható önök szerint? Tehát, hogy lehet akár egy önálló frakció és az Egyesült Baloldalnak, vagy Baloldali Szövetségnek? Nagyon nem lesz egyszerű, ezt tudom. Én mindig igyekeztem reálisan nézni ezt a dolgot, és az a helyzet, hogy a magyar politikai életben manapság egyik percről a másikra történnek dolgok, úgyhogy akár még lehet, hogy ezt a 10%-ot is meg lehet ugrani, de én azt gondolom reálisan nézve, hogy ez mindenféleképpen egy 1% fölötti eredmény lehet. És az viszont feltételezi azt, hogy tovább tudjunk dolgozni, és akár együtt is, tehát ennek a mi számunkra legfontosabb a baloldalnak az újrateremtése Magyarországon, illetve az, hogy elkezdődjön a szociális válság felszámolása. Úgyhogy én nagyon remélem, hogy ezt fogjuk tudni folytatni ezt a munkát, akárhogyan is. És hogy a baloldali szövetség fölkerüljön, ugye elnök úr? A kutatási adatokban szereplő pártok közé. Nézze, de ugye bizonyos jelek alapján lehet megítélni azt, hogy mire számíthatunk. Andrea tudja, hogy a tárgyalásaink nem voltak könnyűek, én magam is kételkedtem abban, hogy van-e társadalmi igény egy baloldali szövetségre. Az elmúlt napokban azt látjuk, hogy igen, az emberek között van erre igény. Tehát akár a Facebookot nézzük, akár a sajtóra való reagálásra, ezek jók. Ugye a baloldali együttműködésre való igény az 30 éve jelen van a társadalomban, csak eddig nem tudta senki megcsinálni. Akik csináltak valamit és baloldalinak nevezték magukat, arról meg kiderült, hogy nem baloldali. Hát ahol ott van a Jobbik, a Momentum, meg az összes többi, ott természetesen szó sincs baloldaliságról. Mi abba bízunk, hogy ez a itt most már nem két párt indul, hanem egy szövetség indul, hogy ez az új elem, ez a minőségileg új elem, ez kivált egy nagyobb társadalmi hatást. És lehet, hogy a választásokon ez még meglepetéseket is szolgáltathat. Egyébként már a 250 000 forintos nettó minimálbér érdekében gyűjtött aláírásunk is, ami ugye együtt sikeres volt. Ott is nagyon sokszor kaptuk azt emberektől, hogy ennek a két pártnak össze kéne fogni, tehát ott is már jelentkezett erre igény. Azt az iszomról lehet tudni, hogy időnként tud meglep,
bőnek mondott, gondolt akciókba is belefogni. Ez a 250 ezer forintos nettó minimálbér egyébként az volt, vagy az országjárás a képviselő úrnak úgy szintén az volt, készülnek valami egészen különlegesen a kampány során? Vagy még ezt is korai kérdezni, de úgy szeretnék valamit tudni. Hát korai kérdezni, de mi tényleg mindig kitalálunk valamit, úgyhogy szerintem biztosan most az első és legfontosabb az, hogy ez a baloldali szövetség listája, ez álljon, és utána beszélhetünk bármi másról, de ez viszi el a 24 óránkat minden nap. Világos, ezt múltkor az elnök úrtól kérdeztem, most ismételten megkérdezem. Most így összefogott ez a két párt, szövetségben indulnak, vidék vagy Budapest, nagyváros vagy falu, melyik, hol van az, ahol jobban van keresni valója a szövetségnek? A szövetség jelenlegi tervei szerint mindenütt indul, tehát megpróbáljuk gyűjteni. Természetesen tapasztaljuk azt, hogy minél keletebbre megyünk, minél a szegényebb részek felé indulunk el az országban, annál inkább van igény a baloldalra, a baloldali összefogásra és kettőnknek a pártjaira. De szerencsére Budapesten is komplett a fölállásunk, tehát Budapesten nem lehet megszorítani bennünket, és akkor megyünk tovább, Borsod megye, Nógrád megye, le az Alföldi megyékbe, és nagyon dolgozunk azon, hogy azért a Dunántúl is jelen legyen és érzékeltessük magunkat. Valóban a legnehezebb időszak most jön, és sokan lebecsülik, de a mai viszonyok között, amikor Covid van, amikor egy ilyen nagyon kiélezett politikai hangulat van, akkor ajánlásokat gyűjteni, és 500 érvényes ajánlást gyűjteni nagyon nehéz. Én üzenem is minden állampolgárnak, hogy éljen a jogával. Minden állampolgár ugyanis több pártnak is aláírhat. Tehát lehet, hogy szerelmes az egyik vagy a másik miniszterelnök jelöltbe, de nyugodtan aláírhat másoknak is. És bízunk benne, hogy az emberek oda fognak hozzánk jönni, aláírnak. És ha ez megvan, akkor innen tovább már dolgozunk azon meglepő akciókkal, hogy április 3-án joggal és megbízhatóan bennünket válasszanak. És akkor a miniszterelnök jelölt személy egyértelmű, a miniszterelnök jelölt személyét elfogadta a Magyar Munkáspárt, úgyhogy változatlanul dr. Szanyi Tibor a most már így a baloldali szövetség miniszterelnök jelöltje is. És akkor ő vezeti a listát, elnök úr ön lesz a második? És ezt megerősíthetem, hogy Munkáspárt üdvözölte azt a szándékot, hogy Szanyi Tibor legyen a közös miniszterelnök jelöltünk. Neki óriási tapasztalata van a magyar politikai életben, ismeri a belső viszonyokat is parlamentben, európai parlamentben, tehát egy nagyon gyakorolt politikus, biztos, hogyha ő állna a magyar kormány élén, akkor jól járnánk. Hát nem lehet két vezetője egy listának, számunkra elfogadható, hogy a Munkáspárt elnök a második helyen van, őket követ bennünket Andrea, de ez majdnem olyan, mint hogyha egymás mellett állnánk ezen. Ó, ez teljesen világos. Én nagyon kíváncsi leszek rá, hogy milyen akciókat fognak folytatni, mert azt gondolom, hogy fontos, hogy ez a baloldali szövetség megtalálja a politikai mezőnyben a saját helyét. Mert oké, hogy önök tudják, hogy mondjam, a szó legjobb értelmében, hogy hol a helyük, vagy hogy hol helyezkednek el, de mégis, hogy a többiek mit gondolnak erről a szövetségről, nagyon sokat fogok emiatt szurkolni önöknek, meg hát kíváncsi leszek, hogy hogyan szerepelnek a február 12-től kezdődő aláírásgyűjtésben. Mindenkinek sok sikert kívánok önöknek, és mindkettőjüket természetesen továbbra is fenyegetem. Fogunk jelentkezni, meg kíváncsi leszek az akciókra, meg arra is, hogy hogyan állnak és mint állnak, és mit gondolnak a belpolitikai helyzetről. Köszönöm szépen, hogy itt voltam.